Ezeken az oszlopokon vitatkoztak össze a szomszédok, egyikük kerítést akart húzni a telek határa, szomszédja viszont azt mondta, nem tud miattuk szántani, ezért sorra kidöntötte az oszlopokat. Még akkor sem hagyta abba, amikor szomszédja kihívta a rendőröket. A 68 éves férfit a rendőrök megbilincselték és előállították. Én nem tudtam, miért jönnek. Az idős férfi azt mondja, a rendőri intézkedés közben eltört a válla is, ezért panaszt tett a kisvárdai kapitányságon. A kezem így hátra volt bilincselve, és úgy húztak, mint egy rongyot. Én egy 100 kilós ember vagyok. Az ugye ízület és a vállam, nyakam, minden, úgy tört el a kezem. A férfit a kisvárdai kórházban megvizsgálták, az orvosok felkartörést állapítottak meg. Törése keletkezhet eleséstől, direkt ütéstől, de erőszakos cselekmény per pillanat nem állapítható meg. A rendőrségen azt mondják, a férfit szándékos rongálás közben tetten érték, a rendőri felszólításnak nem engedelmeskedett, sőt ellenállt, ezért bilincselték meg, de erőszakot nem alkalmaztak. Az előállított férfi a rendőri intézkedés során sérüléséről nem panaszkodott, mentőt a rendőrök azért hívtak hozzá, mert tartós betegsége miatt lett rosszul. A kisvárdai rendőrkapitányság a férfi ellen 4 szabálysértés elkövetése miatt is eljárást indított. A rendőri intézkedést a parancsnoki vizsgálat jogszerűnek, szakszerűnek és arányosnak minősítette.